Javában zajlanak a munkálatok ebben az épületben, ugyanis más településekhez hasonlóan a tolnai városvezetés is úgy döntött, hogy felkészül az ukrajnai menekültek fogadására. Segítséget nyújtanak, és többek között szállást biztosítanak majd nekik. Így két az önkormányzathoz tartozó lakóház felújítását kezdték meg. Ugye korábban a kormányhivatal felkérte, vagy felhívott bennünket arra, hogy mérjük fel azokat a lehetőségeket, hogy hova tudnánk esetleg menekülteket elszállásolni. Nyilván a nagyokon kívül, tehát itt most sportcsarnokokra gondolok, mert itt nyilván olyan hely kell, ahol van tisztálkodásra alkalmas lehetőség, tehát hogy tudnak tisztálkodni az ott lévők, meg hát azért sportcsarnokba berendezkedni, meg ott esetleg hónapokat eltölteni az nem feltétlenül komfortos, és számba vettük, hogy milyen lehetőségeink vannak nekünk magunknak. Kettő olyan ingatlan van az önkormányzat tulajdonában, ahol jelen pillanatban nincsenek lakók. Ezek egyébként nem feltétlenül jó állapotban lévő lakások, úgyhogy most gőzerővel készül ezeknek a lakásoknak a takarítása, felújítása, festése, és utána pedig nyilván ezeket lakhatóvá is kell tenni, tehát ezek bútorozatlan ingatlanok egyelőre, de nyilván akik ide jönnek zömével, nők és gyerekek, vagy esetleg idős emberek, ők egy szatyorral jönnek, és esetleg néhány ruhát tudnak hozni, úgyhogy gyakorlatilag fel kell szerelni ezeket a lakásokat úgy, hogy ott lakni lehessen. Mi most első körben felújítjuk a lakásokat. Mindezek mellett pedig a lakosság és a civil szervezetek segítségét is kéri a polgármester. A tolnai katolikus Caritas csoport 10 éve segíti a rászorulókat. Nem csak azokat, akik Tolnán és a környéken laknak, hanem azokat is, akiknek bármilyen okból kifolyólag támogatásra van szükségük. Most ebben a sajátos helyzetben, amit most az ukrán háború adott, rögtön tudtuk, hogy nekünk feladatunk lesz, és nagyon szívesen állunk ennek szolgálatában. A pécsi egyházmegyei Caritas, akik tulajdonképpen a mi vezetőink, ők szóltak rögtön a háború megindulásakor, hogy rendelkezésre állunk-e, és természetesen vállaltuk. És aztán polgármester asszonnyal együtt leültünk a többi civil szervezettel, akikkel egyébként is minden évben a jótékonysági rendezvényeinket szoktuk tartani egy megbeszélésre, és ott ez a 7 civil szervezet együtt eldöntötte, hogy milyen formában, hogyan tudjuk a gyűjtést végezni. Az egyesület szombatonként gyűjt a Szent Imre utcai volt iskola épületben, de a város több pontján is van lehetőség a háború elől menekülő családoknak szánt adományokat leadni. A városházán nyitvatartási időben, továbbá a Tolnai Kulturális Központban, illetve a Szent István Katolikus Gimnáziumban és a Családsegítő Központban is várják a felajánlásokat. Próbáljunk meg adományokból berendezéseket tenni, vagy elhelyezni ezekbe a lakásokba. Úgyhogy várjuk azokat a bútorokat, konyhabútort, fürdőszobabútort, ágyat, lehetőség szerint gyerekágyat és egyszemélyes ágyat, és olyan lakásfelszerelési eszközöket, amik nem bútorok, de mindenképpen szükség van rá. Itt értem ez alatt a mosógépet, a hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, edényeket, tányérokat, tehát evőeszközöket, takarókat, párnákat, húzatokat, törölközőket, amelyekre már nincs szükség, és a kérésem az az, hogy kifejezetten jó állapotban lévő adományokat ajánljanak fel, hiszen nincs mód arra, hogy esetleg itt rongyos törölközőkkel bajlódjanak az önkéntesek. Tehát hála Istennek az az adománygyűjtés, amit a Caritason keresztül a menekülteknek eddig biztosítottunk, az nagyon sikeres akció volt, és még mindig hozzák az adományokat. De most arra is szeretném kérni a tolnaiakat, mozsieket, hogyha tényleg van olyan
lakberendezési tárgy a birtokukban, amire már nincs szükségük, de jó állapotban, használt állapotban vannak, és tiszták, azokat ajánlják fel, és akkor tudjuk fogadni a menekülteket. A két lakásban összesen akár 12-14 menekültet is el tudnak szállásolni. Számításaim szerint ebben az egyszobás lakásban, ahol most vagyunk, itt akár négy, hogyha gyerekekkel érkezők vannak, akkor akár négy menekült elszállásolására is lehetőség nyílik. A másik pedig egy nagyobb ingatlan, ott akár 8-10 fő is el tud férni, tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzat részéről azért ez egy nyilván nem több száz ember befogadására alkalmas lakásokról van szó, de azért igyekszünk ezeket az ingatlanokat tényleg komfortossá tenni. És nyilván akkor vannak még az önkéntesek, akik, hogyha van valakinek szállás felajánlása, akkor azt is nagyon szívesen fogadjuk. Több ilyen is van a városban egyébként, akik mondjuk magánszálláshelyük van, és ők már eddig is fogadtak menekülteket.